mondhatjuk, hogy legutolsóként elfogadott operatív programok, fejlesztési programok, amely a vidékfejlesztési operatív program, és amelynek 1200 milliárd forintos kerete van, tavaly szeptemberben fogadta el az Európai Bizottság. Ugye ez a program volt az, amelyet újra kellett írni, mert eredetileg a nagyok javára szólt a program, most pedig az volt a célunk, hogy a kis és közepes gazdaságok fejlesztését szolgáljuk bele. 719 milliárd forintnyi pályázat van kiírva az 1200 milliárdból, és erre a 719 milliárdra a program helyességét mutatva 30 ezer pályázat érkezett be. Szeretnék arról a kormányzati programról is számot adni önöknek, amely ma zárul, ez pedig a földárverések második köre. A magyar kormány azt kérdette meg, hogy 2016. március 1 és március 31 között azon gazdák számára, akik a gazdálkodásuk hatékonyabbá tétele érdekében szeretnének földhöz jutni, rendelkezésre bocsátja az állam tulajdonában lévő földterületeket. Tehát 2016. március 1-én megindult a földárveréseknek a második szakasza, mint ismeretes az első szakaszban 130.000-140.000 hektár került magyar tulajdonba. 21 nap alatt 47.000 hektár föld talált gazdára, 64 milliárd forint összegben, 1 hektár átlag vásárlási értéke 1,3 millió forint volt. Ez azt jelenti, hogy összesen 180 ezer hektár korábbi állami földterületre volt igény, mintegy 10 ezer olyan család van, aki földhöz jutott. Szeretném azt is elmondani, hogy eddig a Magyar Fejlesztési Bank 130 milliárdnyi hitelt finanszírozott le azon gazdák számára, akik kedvező kamatozás, hosszú távú lejárat, 20 éves utamidő mellett a föld vásárláshoz hitelt kívántak vásárolni. Azt hiszem, hogy a 10.000 szám és a 180 ezer hektár az jól mutatja, hogy Magyarországon nem csak a sajtó által népszerűsített választópolgártársaink, hanem a gazdatársadalom meghatározó része is földhöz jutott a program keretében és annak eredménye képpen. A legutóbbi találkozásunk alkalmával a Világgazdaság újságírójának, ha jól emlékszem, arról sem maradtam, a otthonteremtési program kapcsán a NOK és a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogköre meghatározásával. Én egy kisebb dolgozatot állítottam össze, hogy a Nemzeti Bank az hogyan fogja a NOK működését felügyelni, tehát a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogköre a NOK tekintetében mire terjed ki. Mint ismeretes a köztársaság elnök úr visszaküldte a NOK-ot megalapozó törvényt, a Nemzeti Otthonteremtési Közösségről szóló törvényt visszaküldte a parlamentnek, és a parlament jó néhány ponton módosította, 17 pontban módosította az eredeti törvényszöveget, annak érdekében, hogy ennek a rendszernek a működésében az átláthatóság, az ellenőrizhetőség, a pénzügyi elszámolhatóság, a megtakarítások biztonsága meglegyen. Én azt gondolom, hogy a törvény a köztársasági elnök úr visszaküldése és észrevételei mellett sokkal jobb lett. Szeretném majd a Várkonyi Iván kollégának megküldeni, azt hiszem, hogy nincs itt család, a kérlek